A fogyasztók mindössze 26%-a tervezi legalább a harmadával csökkenteni a karácsonyi vásárlásra szánt kiadásait a válság miatt, derül ki egy internetes felmérésből. A másik fontos megállapítás nem meglepő, a koronavírus járvány miatt nő az internetes vásárlás súlya hagyományos áruházi értékesítés rovására. A vásárlók nagy része tisztában van az internetes kereskedelem jogi szabályzásával és a fogyasztók szavatossági igényérvényesítésével. Első körben azt kell tisztáznunk, hogy az a termék, amit választottunk és megérkezett hozzánk, az hibás, vagy egyszerűen csak nem tetszik nekünk. Mert onnantól, hogy hibás a termék, akkor a szavatosság, illetve a jótállás szavakat kell hangoztatnunk, és ezekkel a jogainkkal tudunk élni. Viszont az, hogyha nem tetszik egy termék, arra önmagában a szavatosság szabályai nem vonatkoznak. Viszont egy speciális szabály az, hogyha interneten keresztül vásároltunk, mert ez távol lévők közötti szerződésnek minősül, amire a fogyasztó vásárló esetében van speciális szabály, őket egyszerűen nem tetszés esetén megilleti a 14 napon belüli visszavásárlási vagy elállási jog, ami azt jelenti, hogy be kell jelenteniük 14 napon belül a termék átvételétől számítva a kereskedő által megjelölt formában, hogy el kívánnak állni ettől a vásárlástól, és ebben az esetben 14 napon belül vissza kell, hogy térítse a vételárat a kereskedő. A neten keresztül történő rendelés esetén a távol lévők között kötött szerződés szabályai az irányadóak. Az internetes vásárlást megelőzően érdemes az adott honlap általános szerződési feltételeit áttanulmányozni, hogy megfelelően tájékozottak legyünk az adott webshop szabályzatáról. Ennek megléte az eladó felelőssége, még az internetes platformon vásárolt termékek vagy szolgáltatások esetében is. Sokszor az internetes felületek csak közvetítőként vesznek részt az adásvételben, érdemes ezért utána járni az adott feltételeknek. Nincs különösebb dokumentum megőrzési kötelezettség, hiszen ez internetes vásárlás, tehát előzetesen kell, hogy tájékoztasson bennünket azon az adott felületen keresztül a kereskedő a vásárlásnak a feltételeiről, és benne kell, hogy legyen ez a tájékoztató is, hogy elállási jogunk van fogyasztóként történő vásárlás esetén a vásárlástól. Tehát lényegében rendelkezésre kell, hogy álljon minden, és utólag magának a kereskedőnek ezzel kapcsolatosan. És még egy érdekes és speciális szabály, amit valószínűleg sokan nem tudnak, hogy ez a 14 nap akár egy évvel is kitolódhat abban az esetben, hogyha előzetesen nem kaptuk meg ezt a tájékoztatást az elállási jogunkról. Ha hibás termék, akkor szavatossági jogainkkal tudunk elsődlegesen élni, vagy legalábbis azt mondanám, hogy ez a legegyszerűbb és PPK-ból eredő jogunk, ami fogyasztók esetén 2 évig, egyéb vásárlók esetén pedig 1 évig illeti meg a vásárlókat. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényként ebben az esetben a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet igényelni. Ha mégsem szeretnénk megtartani a rendelt terméket, indoklási kötelezettség nélkül 14 napig elállhatunk a rendeléstől.